demográfiai programmal szeretné a kormány elérni azt, hogy amit is, nyilván a nevéből kiderül, hogy a demográfiai adatok, mutatóink jobbak legyenek, álljon meg a népességfogyás, és hát nyilván ennek százféle összetevője van, de lehet, hogy kevés számot is mondtam, például az édesanyák elhelyezkedésének a segítése, a munkába való visszatérésének a segítése, például a lakásvásárlás, a demográfiai program kidolgozásáért is felelős. Révész Máriusz, jó estét kívánok, üdvözlöm. Jó estét kívánok. Mi az, ami már konkrétum abból, amit az elmúlt hetekben, hónapokban már hallhattunk, hogy mit terveznek ebben a programban? Hát elég sok konkrétumot megfogalmaztunk, egy munkacsoportot kellett összeállítanom, és itt komoly tudósokat, különösen a Népesedési Kutatóintézetből kértünk fel, és ilyen nemzetközi példákat, hogy ott egyes intézkedések milyen következményekkel járnak, áttanulmányozva tettünk le a kormány asztalára egy 11 pontos javaslatot, érintőlegesen tárgyalt a kormány, és ha minden igaz, akkor a következő kormányülésen fogják részletesebben tárgyalni ezt a munkaanyagot, és hát akkor fog eldőlni, hogy mit fognak bevezetni belőle. Merne tippelni, már... hogy a 11 pontból hányat fogad majd el a kormány? Hát nem is csak a pontok száma lényeges, hanem ugye tettünk a pontokhoz egy bizonyos javaslatot, mekkorát kell lépni, de ott ezekben az esetekben akár lehet kisebbet is lépni. Például javasoltunk egy összeget mondjuk a első gyerek támogatás bevezetésénél, de annál esetleg lehet kisebb összeggel is elindítani ezt a programpontot. Amiben én nagyon reménykedek, és talán a leglényegesebb pontnak tartom, az a rugalmas GYED. Van egy nagy vonulat tekintett támogatásunk, ez a GYED, GYES, TÉGYÁS, ami egyrészt rendkívül bonyolult, hogy nem nagyon tudják még az illetékesek, anyukák sem, hogy most pontosan hogy is van a számítás, de ráadásul van benne egy csomó kontraproduktív szabályozó. Például teljesen abszurd a meglátásunk szerint az a helyzet, hogy akinél túl gyorsan születnek a testvérek, az elveszti a támogatás egy részét. Valószínűleg ennek a rendszernek a következmény Magyarországon, Európában az egyik legnagyobb a két testvér születése között eltelt időtartam. Ez 3,6 évre növekedett. Nyilván ez abból adódik, hogy a családok próbálják elég sokan optimalizálni a felvehető támogatásokat, és ezért Magyarországon, mivel akkor jár bizonyos értelemben legjobban a család, hogyha 3 évente születik a gyereke, de legalább 2 évente, ezért gyakorlatilag ez kitódik. Nyugat-Európában nagyon sok helyen inkább azt a karrierpályát választják az asszonyok, hogy a tervezett gyerekeket, akiben gondolkodnak, 1, 2 vagy 3, azt gyorsan egymás után megszülik. Hát a 2 év azért nem olyan túl sok 2 gyerek között, hogyha még levonjuk belőle azt a 9 hónapot, hát akkor az egyik kicsi, a másik pici. Igen, de a 3,6 év az a legnagyobb Európában, egyik legnagyobb Európában. Visszatérve az 1 gyerek, vagy az első gyerek utáni adható támogatás, ami csak az egyik eleme a 11 pontos csomagnak. És nem is a leglényegesebb. Talán ez a legjobban forintosítható, azért kapott ez ekkora visszhangot, ez majdnem 300 ezer forint a javaslat szerint. Amit viszont én nem értettem, hogy miért van benne ez a 18 éves korhatár, hogy miért csak a 18 év fölött szült első gyermekeknél lehet ezt megkapni. Tehát ráadásul az embernek óhatatlanul eszébe jut, hogy a tankötelezettséget leszállítják 16-ra, 16 után, ha valaki akar, menjen dolgozni, nem kell tanulni, tehát dolgozni lehet 16-tól, szülni meg csak 18-tól. Hát akkor ön szerint jó lenne, hogyha mondjuk 15 éves lányokat arra ösztönöznénk, hogy szüljenek. Dehogy! Dehogy! Hát ez nem arról van szó. Miért ön szerint ez a 300 ezer forint ösztönző a szülésre? Hát bizonyos társadalmi rétegekben abszolút ösztönző. Most ahol, a romákról beszél? Ahol, nem a romákról, hát mondjuk a mély szegénységben élőkről. Azokban a rétegekben, ahol mondjuk 300 ezer forint sokat számít, meg egyébként nem is értem, tehát most iskolába járjon a gyerek, vagy pedig szüljön gyereket. Tehát én azt gondolom, hogy a 18 év alatti gyereknek elsősorban iskolában a helye. Én is azt gondolom, és de emellett azt is gondolom, hogy ez a 300 ezer forint nem motiváció. Én nem hiszem el, hogy ezért egy édesanya meglátja ezt a hírt, vagy most hallja, nézi a mi beszélgetésünket, és azt mondja, 300 ezeret lehet keresni, akkor szülök egyet. 300, szerintem nem. A 300 ezer forint az önmagában az első gyerek prémiumnál ez nem motiváció, hanem annak az a filozófia, hogy az első gyerek vállalását azt próbálják egy kicsit korábbra hozni, segíteni, és az első gyerekkel jóval nagyobb költségek vannak, babakocsi, babaágy, stb. Igaza van, de ha nem motiváció, akkor meg miért félnek attól, hogy ezért majd tömegesen motiváció. Szülnek a lányok 15 most évesen? Most kb. 2500-3000 gyerek születik kiskorú anyától.
Nyilvánvalóan, hogyha ezt a korhatár nélkül vezetnénk be az első gyerek prémiumot, akkor ez a szám ez jelentősen növekedne. Miért nyilvánvaló? Miért gondolja? Hát ezzel, ha ezt gondolja, akkor ezzel meg elismeri azt, hogy ez egy motiváció hát a szülésre. Is, abszolút motiváció. Hát igen. Az előbb meg azt mondta, hogy ez nem motiváció. Vannak olyan társadalmi rétegek, ahol motiváció, és van, ahol nem. Ha ön jónak tartaná, hogy mondjuk ez a 3000-es létszám növekedjen mondjuk 5-6000-re, nyilvánvalóan ez lenne a következménye. Egyébként, hogyha itt ez a korhatár nem lenne meg. Egyetértünk abban, nem akkor szabad 15 évesen szülni. Ettől függetlenül senkinek nem tudom megmondani, hogy mikor szabad szülni, és mikor nem szabad szülni, ezt mindenki tudja, és az élethelyzete hozza. Én egyet biztosan tudok, pénzért nem szülünk, nem motiváció, nagy segítség az első gyereknél, babakocsi, kiságy, nagy kiadás, de hogy nem ezért szülnek az anyák, az biztos. Hát ha ezt mondja, akkor nem Magyarországon él. Nagyon sok olyan család van, különösen mély szegénységben élőknél, akiknél bizony az a helyzet, hogy nem a 300 ezer forintért, hanem azért a kis családi pótlékért, a nagyobb egzisztenciális biztonságért születnek a gyerekek. Nem azokról a körökről van szó, ahol ön mozog, nem is azokról, ahol én mozgok, de sajnos Magyarországon ez van. Hogyha a 18 éves korhatárt itt nem határoznánk meg, akkor ebben az esetben biztos lehet benne, hogy 3000-ről jelentősen nőne a kiskorú születések száma. Hát igen, mint ahogyha meghatározok a 18 éves korhatárt, akkor nekem meggyőződésem, hogy rövid idő alatt egyébként a kiskorú születések száma az érezhetően csökkenni gondolja fog. Biztos vagyok benne. De hogyha ez ugye nem motiváció, ezt állapodjunk meg, vagy meg is ez állapodhatunk. Maradjunk abban, hogy segítség. Segítség. Hogyha valaki mégis úgy hozza az élet, hogy 17 évesen vállal babát, hát akkor őt meg kizárjuk abból a körből, hogy segítsünk neki. Nem, egyrészt nem zárjuk ki, mert ez a 300 ezer forintos támogatás ez két részből áll össze, tehát az a 61 néhány ezer forint, ami eddig is járt, az ezt követően is járni fog, és a maradék 220 ezer forint első gyerek prémium az nem járna azoknak, akik nem töltötték be a 18 éves korukat. Én szerintem ebben úgy látszik nem értünk egyet. Én szerintem semmilyen módon nem szabad ösztönözni arra a kiskorú anyákat, hogy hamarabb vállaljanak. De most megmondja, hogy nem értünk egyet. Én sem azt gondolom, hogy ösztönözni kell hát a kiskorú anyákat, hogy vállaljanak most gyereket. Azt mondja, ha azt mondja, hogy adjunk 300 ezer forintot a kiskorú anyáknak, akkor azt állítja, hogy akkor ez bizony ösztönzés, akármit is mond. Nem, ön azt állítja, hogy sokan ebben az országban, vagy legalábbis 3000-en évente. 3000-en évente. Kis, 2-3000 között van a kiskorú születések száma. És azt honnan tudja, hogy 2-3000 közül hányan vállalnak azért babát, hogy most akkor több támogatást vagy családi pótlékot kapnak? Ilyen statisztika nincs. Én ezt nem akarom itt ezeket a számokat elmondani, de szerintem egyébként ez egy, ez egy vakvágány, tehát több internetes portál próbálta ezt az egészet megint elvinni a cigánykérdés, nem cigánykérdés irányába, semmi köze nincs ennek a cigánykérdéshez. Nem, én azt nem tudom elfogadni, hogyha 3000 kiskorú szülés van egy évben, és nincs olyan statisztika, mert nem lehet olyan statisztika, hogy a 3000-ből tudjuk azt, hogy hányan vállaltak csak azért gyereket, hogy több családi pótlékot vagy bármit kapjanak, szociális támogatást. Ha nem tudjuk, akkor meg mi alapján mondjuk azt, hogy ez a 300 ezer forint sokakat ösztönözne kiskorúként a szülésre? Szerintem vakvágányon vagyunk, mert messze nem ez a leglényegesebb pont, de még egyszer mondom, hogyha kiskorú anyáknak is megadjuk a 300 ezer forintot, szerintem könnyen beláthatja mindenki, de döntsék el a tévénézők, hogy attól több kiskorú születés lenne Magyarországon, vagy nem. Nem tudom eldönteni. Erre az én válaszom azt, hogy én el tudom dönteni. Egyértelműen több lenne. De mi alapján tudja eldönteni? Hát puszta logikai következtetés. Tehát, hogy ha berakunk egy ösztönző rendszert, hogy a mély szegénységben élő családok a kiskorban szülnek, és baromi nagy gondban vannak, sokan, és megkapnak 300 ezer forintot, több lenne a születések száma. De ez 18 évkor után meg már nem ösztönző? 18 éves kor az egy vízválasztó vonal, mert elég sok minden a 18 éves korhoz van kötve. De lehet, hogy valaki ilyen mély szegénységben 18 évesen is mondjuk, azért fog akkor szülni. Én mondjuk ennél sokkal súlyosabb gondnak érzem azt, hogyha mondjuk egy életkori határhoz van kötve egy támogatás, hogy például a szociálpolitikai támogatás régen is, és most is 35 éves felső korhatárhoz van kötve. Aki meghaladja ezt a kort, az nem kaphat. Tehát ezt eltörlik? Hát szerintem jó lenne ezt mindenképpen eltörölni, finomítani, de ezt én egy sokkal súlyosabb aggálynak érzem.
mert különösen most, hogy a gyerekvállalás időpontja kitolódott, ez, hogy mondjam, ez a korhatár, ez most már biztosan látható, hogy nem jó. Szerencsés korhatár. A másik esetben meg még hadd fejezzem be, hogy itt próbálták ezt ilyen cigány, nem cigány, szegénységben élő nem elvinni. Tehát azt kell mondjam, hogy a hátrányos helyzetű cigány népesség döntő többsége is 18 éves kor után szül, akiknél ez egy nagyon jelentős plusz lehetőség, előrelépés lenne. Úgyhogy szerintem innentől kezdve teljesen értelmetlen egyébként ebbe az irányba elvinni a dolgot. Értelmetlen. Engem 18 nem tudok éves, meggyőzni, hogy hát, mi alapján húzták meg a 18 éves határt. 18 éves. Én nem tudom. 18 év az a nagykorúság határa. És 16 a tankötelezettség. Én azt nem tudom, nem láttam olyan statisztikát, hogy a évi 3000 kiskorú szülésből hányan gondolták a 3000-ből azt, hogy pénzért szülnek, mert akkor nagyobb a juttatás. És ő se tudja. 300.000 forintot adnánk 18 év alattiaknak, akkor ön szerint ettől csökkenne a kiskorúak születési száma? Nem tudom. Hát, de nem én dolgoztam ki a demográfiai programot, hanem önök és tudósokkal beszéltek, és szakemberekkel. Szakembereknek egyértelműen az az álláspontja, hogy ilyen ösztönző rendszert nem szabad berakni a rendszerbe, és egyébként más országokban is van az első gyerek prémium, és ott se fizetnek a 14-15-16 éves gyerekeknek, hogyha szülnek. Hanem hánytól? Hát azt gondolom, hogy országonként elváltozik, de a 18 éves korhatár az Magyarországon teljesen egyértelmű. Még egy ösztönzőről beszéljünk, ez a munkavilágába való visszatérés az édesanyáknak, ez viszont egy nagyon fontos ösztönző, mert hogy ez egy hosszú távra tud a család tervezni, hogy mi lesz a babavállalás után, mikor és lesz-e hova visszamenni. Itt ugye a munkaadók kapnának kedvezményeket. Itt meg ugye nem, azt a logikát nem értem, tehát mint a 300 ezernél is a döntés vagy a program kidolgozás logikáját próbáltam felderíteni. Most azt szeretnék, hogy az anyukák minél tovább otthon maradnának, mondjuk a KDNP folyamatosan ezt mondja, de a Varga István képviselőtársára gondolok, ő még a családi dombelüli erőszakot is azzal hozta összefüggésbe, hogy a nő maradjon otthon és szüljön 4-5-öt, akkor nem lesz erőszak, vagy pedig azt szeretnék, hogy minél előbb menjenek vissza dolgozni. Az anyuknak az a filozófiája, hogy nem tudjuk ezt eldönteni a családok helyett. Különböző családok különböző élethelyzetben vannak, és különböző karrierpályák mellett szeretnék a gyermekeket vállalni. A mostani családtámogatási rendszerre pont az a gond, hogy egy kimondott karrierpálya mellett teszi lehetővé a gyermekvállást, menjen el egyetem után mondjuk legalább 2-3 évet dolgozni, aztán 3 évente szüljön gyereket, hogyha gyorsabban születik, vagy hamarabb visszamegy dolgozni, akkor a támogatások jelentős részétől elesik. Mi azt mondjuk, hogy nem akarunk dönteni a családok helyett, és nagyon sok ország is meghozta ezt a döntést, skandináv országoktól kezdve Ausztria, Csehországot lehet példaként mondani, ami azt jelenti, hogy ez úgy működne a rendszer, hogy kiszámítjuk, hogy az anyának mennyi támogatást jár, összeadjuk a T-gyás, a gyed és a gyes összegét, és az anyuka eldöntheti, hogy ezt rövidebb idő alatt, hosszabb idő alatt, másfél év alatt, 3 év alatt szeretné felvenni, és hogyha van olyan édesanyja, akinek olyan a munkahelye, hogy hamar vissza kell menni, mert ha kiesik, akkor a munkahelyét is elveszti, ez visszamegy hamarabb, aki azt látja helyesnek, hogy 3 évig otthon szeretné maradni a gyerekkel. Azt is megteheti, és akkor is megkapja a neki járó pénzt, sőt a javaslatunknak az egy szintén pozitív eleme, előremutató eleme szerintem, hogy lehetővé tennénk azt, hogy egyetem elvégzése után azonnal, vagy az egyetem vége felé, és ha valaki szül, akkor ne járjon rendkívül rosszul, hiszen most ez nem számít munkaviszonynak, és ebben az esetben csak a gyes illeti meg. Hogyha a javaslatunkat elfogadják, akkor az egyetemi éveket diploma megszerzése után diplomás minimálbérrel számolják be a gyedbe, és ez alapján számolják ki a T-gyást és a gyedet, ami jár neki. Hát akkor majd meglátjuk, hogy a javaslatokat mikor fogadják el. Köszönöm szépen. Én remélem, hogy keresztül megy, és remélem, hogy pozitív hatása is lesz. Meglátjuk. Köszönöm.